Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Olvasom Isten igéjét a János Evangéliuma 15. fejezetének 10. verséből a következőképpen. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Eddig tart Isten igéje. Keresztény testvéreim, kedves tévénézők, ezt a kettőt, az engedelmességet és a Jézus Krisztus szeretetében való megmaradást egyszerűen nem lehet elválasztani egymástól. Csak Krisztusnak engedelmeskedő élettel bizonyíthatjuk, hogy szeretet közösségben való vagyunk vele. Engedelmeskednünk kell az Úrnak, ha érezni akarjuk az ő szeretetének a melegét. Ha bűnben élünk, nem élhetünk szeretetben. Istennek tetsző szent élet híjával nem lehetünk kedvesek, keresztény testvéreim az Úrnak, aki nem törődik a megszentelődéssel, mit sem tud Krisztus szeretetéről. Az Úr szeretetének tudatos megtapasztalása valami igen finom műszerhez hasonló, sokkal érzékenyebb a bűnre és a kegyelemre, mint a hőmérő higanyszála melegre és a hidegre. Ha szelidek vagyunk, és ügyelünk arra, hogy gondolatainkkal, szavainkkal és életünkkel az Urat dicsőítsük, akkor az ő szeretetének számtalan jelével áraszt el minket. Ha pedig meg akarunk maradni ebben a szeretetben, meg kell maradnunk a megszentelődés útján. Nem rejti el arcát előlünk, ha mi nem rejtőzünk el előle. A napunkat elsötétítő felhőt a bűn támasztja, de ha éberek és engedelmesek vagyunk, és teljesen Istennek szenteljük magunkat, akkor világosságban járhatunk, mert Isten világosság. És akkor megmaradhatunk Krisztus szeretetében, amiképpen Krisztus is megmarad az ő Atya szeretetében. Ez tehát egy vigasztaló ígéret, amely azonban komoly feltételhez van kötve, ezért úgy figyeljünk erre a ha szócskára, mint valami kulcsra, amelyre az ígéret megvalósul a mi számunkra. Most és mindörökké. Amen. Erős várom Istenünk.